Ez a kutya nemrég érkezett hozzánk, ő is egy menhelyes kutya, rendbe kellene hoznunk. A viselkedését inkább a passzivitás jellemzi. Gyakorlatilag semmit nem tud a kutya a alapengedelmességből, úgyhogy a legelején kezdjük az egészet, a pórászhoz szoktatást, illetve valamilyen kapcsolatot próbálok vele fölvenni. Jutalomfalatként ugye általában szárasztápot szoktunk használni, az a kényelmesebb, de most itt a virsli az, ami játszik, hogy hát, hogyha abban jobban rá. Gyere csak ide! Gyere csak! Aj, de szuper vagy! Az első feladat az lenne, hogy a pórázón lehessen vezetni. Gyere, gyere, gyere! Szuper vagy, bravo! Okos vagy, el ne menjél! Gyere! Gyere, gyere, gyere! Okos vagy, szuper! Hála Istennek, ha jutalomfadot elfogadja, főleg a virslit. Gyere! Okos vagy, szuper, egyed! Okos vagy! És ami jó ebben a kutyában, hogy nem akar megharapni. Ez is már egy pozitívum. Okos vagy, sok harapós után. Gyere! Ugye azt szeretném vele rögzíteni, hogy a póráz jelzésre érdemes legyen neki valamit nyújtani felém. Jelen esetben az, hogy megközelítés hozzám jön. Gyere csak, gyere, gyere! Okos vagy, szuper vagy. Bravo, szuper. Okos vagy. Ugye a megérkezésénél nagyon bolhás volt a kutya, ezt jól meg is szívtuk, de most lefertőtlenítettük, adtunk neki bolhaírtót, hogy legalább ezzel már nem kell küzdenünk. Okos vagy, szuper, nagyon okos vagy. Gyere, gyere, gyere. Gyere, gyere csak, hop, hop, gyere, 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 haj, de szuper vagy, okos vagy. Jelen pillanatban tovább nem lehet lépni a kiképzés terén vele, csak a pórászhoz szoktatás